Tóth Bálint vagyok, csoportvezetőként és projektmenedzserként dolgozom Ausztriában az ETM-nél. Az ETM az a Siemensnek egy lányvállalata, ipari irányítórendszerek fejlesztésével foglalkozunk itt. Tehát másfél éve dolgozom Ausztriában, ezelőtt Angliában dolgoztam 4 évet, korábban töltöttem majdnem 1 évet Finnországban is, és természetesen Magyarországon kezdtem a szakmai pályafutásomat. Az oka, miért külföldön szerettek dolgozni, hogy számomra fontosak a kihívások, fontos, hogy új dolgokat tanuljak, és fontos, hogy a látókörömet szélesíthessem. Tehát ami nekem Ausztriában tetszik, az az élet és a munka minden területére jellemző rendezettség, és a nagyon szimpatikus, humánus szabályozások. Tehát onnan kezdve, hogy akár a családi pótlék, akár a 13., 14. havi fizetés, vagy akár az, hogy két autót is használhat az ember egy rendszámmal, ezek mind olyan dolgok, amit úgy érzem, hogy az emberekért van, és ami miatt jó itt dolgozni, vagy itt élni. Tehát amikor Londonban éltem és dolgoztam, egy idő után úgy éreztem, hogy szeretnék közelebb lenni a családomhoz és a barátaimhoz, és ezért Ausztria egy logikus választásnak tűnt, hogy ide jöjjek dolgozni. Mivel nincsenek egyszerűen határok már, ezért ez nem is okozott problémát, hogy az ember itt találjon munkát, vagy ide járjon át dolgozni.